Amikor elkészült a dal, akkor, akkor azt megmutatom a kiadónak, vagy hát még nyilván a dalközítések közben akár még konzultálok velük, illetve utána pedig megtervezzük a megjelenésnek az ütemezését. Lehet, hogy ez az új dal segíteni fog abban, hogy többen visszanyúljanak a Dani korábbi munkásságához, megismerjék azt, akár ezt a lemezt is beleértve. Pontotól is függhet az, hogy milyen eszközöket használunk, milyen marketing eszközöket használunk a kampány kapcsán. Fontos, hogy az értékelje, amiket ez az ember képvisel, a zenekar képvisel, az a kezdeményezés képvisel, passzoljanak a Red Bull értékeivel. Értem ez alatt azt, hogy innovatív legyen, megkülönböztető, kreativitás jöjjön át az egészből. Megéri azt a 4 évet kivárni, mert 4 évente jön az inspiráció, ami tényleg nagyot tud ütni, és tényleg át tudja adni azt a hangulatot, amire mindenki vágyik. Szeretünk együtt dolgozni, akár hosszú távon művészeinkkel. Ha Dani most egy albumot fog csinálni, akkor remélhetőleg azt fogjuk együtt kiadni, ha csak újabb dalokat, akkor azt igazából, hogy mondjam, mi úgy működünk, hogy szeretünk lehetőleg jó zenét közvetíteni. Január 7-én jelenik meg a dal, ezt követően nagyjából egy hónap múlva a videóklip, majd ezt követően a remixek. De úgy egy hello, hello! Ez jó volt. Igen. Láttam, hogy elkezd egy lányom nem beszélni, akkor ránézek. Public. Ez public. Most egy kicsit töltetünk ki, vagy a lábok felé. Nem legyen, csak egy... Köszönöm, köszi, így töltetek. Hát nekem a... Bravo, nagy kezdés. Igen.